Köszöntöm a Vaku nézőit. Szokás mondani, hogy fogyasztói világban élünk, fogyasztói társadalomban élünk, amivel sajnos az is együtt jár, hogy lelkiismeretlen vállalkozók vagy nagyon is pénzéhes haszonszerzésre törekvő vállalkozók mindenféle ügyes trükkökkel, rábeszéléssel megpróbálnak ránksózni olyan termékeket, amiket tulajdonképpen nem is akartunk megvenni. Azután, amikor hazamegyünk és rájövünk, hogy ez nekünk egyáltalában nem kellett, akkor meg nem akarják visszavenni, és mindenféle ügyeket kitalálnak, ürügyeket kitalálnak annak érdekében, hogy ne is kelljen nekik visszavenni. Mi olyanok vagyunk, mi emberek, hogy a hosszas macerát nem szeretjük, és sokan vagyunk úgy azzal, hogy bele se fogunk, úgyse lesz igazunk. Mit ér a kis ember a nagyhatalmú cégekkel szemben? No, próbálunk megoldást találni, ez a mai témánk. Köszöntöm a Pest megyei Békéltető Testület elnökét, dr. Csanádi Károlyt, és akit magával hozott egy gyakorlati békéltetőt, hogy így mondjam, dr. Kovács Krisztinát, fogyasztóvédelmi tanácsadót, aki maga is ilyen békéltető eljárásokat folytat le, tehát gyakorlati tapasztalatai is vannak. Kezdjük az elején, mióta működik ez a békéltető testület? 18 éve működik állami támogatásból, és a ügyfelek számára ingyenes szolgáltatásról van szó. Az ember úgy néha-néha hall önökről, hogy van valami ilyen békéltető testület, de hát néha nem is tudja, hogy itt most házassági békéstetésről van szó, tehát vállóperes ügyről, vagy tulajdonképpen mi is ez. Eléggé ismerik önöket? Törekszünk arra, hogy ismertek legyünk, de még talán nem eléggé, tehát elégedettek nem lehetünk vele. Hány ügyük volt tavaly például? 1423 ügyünk volt 2015-ben, és egy évvel korábban 1363. Tehát nagyságrendileg 60 és 100 ügy közötti ügyszámmal szokott növekedni a lezárt ügyeknek a száma. És erre mondja azt ön, hogy ez lehetne sokkal nagyobb szám is, kétségtelen, mert ha belegondolunk, hogy hány százezer vagy hány millió vásárlás történik egy év alatt, az kizárt dolog, hogy csak 1400 valamennyivel lenne valami gond. Igen, hát én sajátos módon közelítem meg ezt a kérdést. Pest megye lakosságának a száma 1.200.000, és az 1000-et alig lépi túl azoknak az ügyfeleknek a száma, akik a békéltető testületet, mint alternatív vitarendezési lehetőséget igénybe veszik. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ahhoz képest alternatív, ami egy bíróság eljárásban történik. Tehát egyfelől a díjmentesség, másfelől a gyorsaság, tehát kicsit rövidebb az a határidő, aminek a keretein belül határozatot tudunk hozni, és hát ennek a békéltetésnek a légköre, ez nem olyan szigorú szabályok szerint zajlik le, mint egy bírósági eljárásban. Most elsorolta az összes előnyt egy mondatban, egy kicsikét jobban ezeket hangsúlyozzuk ki, mert először is nem megyünk szívesen bíróságra, senki. Hosszadalmas, ki tudja mikor lesz, megismétlik az eljárást, és így tovább. Szóval senki nem megy szívesen. Ez nem egy bíróság, ez egy testület. Így van. Tehát ugye alternatív, tehát attól alternatív, hogy hatósági kényszerintézkedéseket nem alkalmazhatunk. Tehát mi nem idézést bocsátunk ki, mint a bíróságok, hogyha ha tárgyalásra hívjuk az ügyfelet, a neve is meghallgatás, hanem értesítést küldünk. Arra kérjük, hogy egy bizonyos időpontban, ugye azt ütemezzük mi is, hogy akkor jelenjen meg a meghallgatásra, és akkor a benyújtott panaszát az kiegészítheti szóban, megtárgyaljuk. Egyébként a fogyasztói panasznak meg kell, hogy feleljen a jogszabály előírásoknak. Tehát ha nem felel meg, akkor a fogyasztói panasz elutasításra kerül. Milyen esetekben, milyen ügyekben fordulhatnak önökhöz? Mi fogyasztóvédelemmel foglalkozunk, tehát ahogy ön is említette, sokan fordulnak hozzánk, hogy a férjemmel, feleségemmel vita van, ilyen ügyekben nem tudunk eljárni. Tehát többek között családjogi, diszkriminációs, közigazgatási ügyekben nincs hatásköre a testületnek eljárni, kifejezetten fogyasztóvédelemmel. Tehát ez, csak ha vásárlással kapcsolatos panaszunk van. Ez nem csak termékvásárlás, hanem szolgáltatás igénybevételét is jelenti. Nagyon sok a gázszolgáltatással, vízszolgáltatással kapcsolatos beadvány a kereskedelemben előforduló panaszok mellett, de elsősorban ténylegesen a termékvásárlás, a hibás termékekkel kapcsolatos visszaélések, amik a panaszok alapját képezik, de utazással kapcsolatos megkereséseket is kapunk, a vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos ügyek tisztázása is napirenden van, úgyhogy minden, ami fogyasztóvédelem.
említette a gázszolgáltatással kapcsolatos panaszokat, hát állandóan előkerülő problémát, főként télen természetesen, hogy a gáz fűtőértéke nem akkora, mint amekkora. Hát nem tudnak elvinni önökhöz egy kis üvegbe egy kis gázt, hogy tessék, hoztam. Milyen jellegű panaszok például ezek? A békéltető fórum alkalmas arra, hogy a két fél megpróbálja egymás között a jogvitát rendezni. Nem vagyunk bíróság, tehát tanúkat, szakértőket nem tudunk meghallgatni. Azokkal az iratokkal rendelkezünk, amit a felek benyújtanak. Tehát mind a két félnek lehetősége van szakértői vélemény benyújtására. Mi nem készítünk szakértői véleményt a felek által beadott iratokból, és a meghallgatáson elhangzottak alapján hozzuk meg a döntésünket. Tehát egy ilyen gázszolgáltatással kapcsolatos esetnél is mindig a gázszolgáltatónak a képviselője és a kérelmező megjelenik a meghallgatáson, meghallgatjuk az érveket, ellenérveket. Ahogy a jogszabály is mondja nekünk, elsődleges célunk, hogy egyességet létrehozzunk. Tehát, hogyha nem is találjuk meg az ügynek a végleges megoldását, és ilyen szakértői kérdésekben nem is tudunk döntést hozni, hiszen nem tehetjük meg, mert nincsenek meg erre az eszközeink, akkor is iránymutatást tudunk adni a feleknek arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják a jövőben rendezni a jogvitát esetlegesen azzal, hogy be kell szerezni szakértői véleményt. Ha önök nem hatóság, önök előtt nem kell bemutatni a hibás terméket, a szolgáltatásról is legfeljebb beszélni lehet, mennyi esélye van a megegyezésnek? Hát nyilvánvalóan a szolgáltató vagy az árus a maga érdekében köti az ebet a karóhoz, hogy de kérem, nekem van igazam. Egyre nagyobb az egyességeknek, a megkötött egyességeknek a száma. Ugye tavaly 2015. szeptember 11-én életbe lépett egy jogszabályváltozás, amelynek értelmében a vállalkozások együttműködése kötelező békéltető fórum előtt. Ez azt jelenti, hogy minden esetben írásban válasziratot kell kapnunk az adott kérelemre, és abban az esetben, hogyha Pest megyei székhelyen, telephelyen, fióktelepen rendelkezik a vállalkozás, akkor meg is kell jelennie a meghallgatáson. Egyébként, ha ezt elmulasztja, a fogyasztóvédelmi bírság szabható ki az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság által. Tehát ezáltal, hogy a vállalkozásoknak az együttműködési kötelezettsége nőtt, és teljesítik is az esetek jelentős százalékában a vállalkozások ezt a kötelezettséget, így egyre több egyességet tudunk kötni. Szakértői vélemények birtokában, szakértői vélemények nélkül is a vállalkozások együttműködéséről nem lehet azt mondani, hogy hátrálnak az egyességkötés elől. Általában az olyan vállalkozások, akik olyan üzletpolitikát folytatnak, hogy szeretnék a fogyasztót megtartani, bizonyos kompromisszum elérésére mindig törekszenek. Vagy pedig szeretnék a fogyasztót továbbra is megkárosítani, vagyis így módon haszonhoz jutni. Vannak ezek a bizonyos egészségügyi termékbemutatók, amelyekről nagyon sok szó esik a sajtóban. A résztvevők hallgatnak egy előadást, ahol megtudják, hogy hát bizony az ő bármilyen egészségügyi bajukra, panaszukra, gondjukra az a csodalámpa, vagy az a szerkezet a legjobb, amit éppen az a bizonyos vállalkozás árusít. Hát ez egy kiváló termékbemutató, jó drágák ezek a műszerek, rásózzák a gyanútlan emberekre, hazaviszik. Nagyon sok ilyen esetet olvastunk az elmúlt hónapokban. Igen, hát a kereskedelmi tevékenységnek ez egy árnyoldala egyébként a napjainkban is, ez a áru bemutatóval egybekötött termékértékesítés, talán így a komplex szakszerű megnevezése. És hát sajnos ugye itt a kereskedő cégeknek a jelentős része az nem valós tájékoztatást ad egyfelől, hogy a fogyasztónak van erre szükség erre a bizonyos termékre, főleg egészségügyi termék. Nincs mögötte egy valóságos orvosi vizsgálat. Hivatkoznak ugyanarra, hogy ők a helyszínen a fogyasztót meg tudják vizsgálni, vagy bizonyos iratokat megnéznek, orvosi zárójelentéseket, abból ők tudnak következtetni a helyzetre. Így igaz, bocsássa meg, ahogy én beszélgettem olyanokkal, akik ilyen bemutatóra részt vettek, általában, ha megvizsgálják az illetőt, akkor az a egészségügyi személyzet, vagy orvos következtetése, hogy bizony azt a bizonyos terméket kell megvenni, mert az meggyógyítja. Tehát csak egy cirkusz maga a vizsgálat is. Így van, és az esetek jelentős részében ott nincs orvos. Tehát nem orvos állapítja meg ezt a bizonyos tényállást, ami az előbb elhangzott. Igen, hát egy fehér köpenyes valaki, igen, nevezzük így. És hogyha a károsult, vagy ügyfél, vagy fogyasztó, ahogy tetszik az elnevezés, megkérdezi a kezelőorvosától, akkor nem egy esetben kiderül, hogy azt a bizonyos készüléket arra a betegségre nem is lehetne használni. Tehát volt olyan ügyfelünk is, akinek a bőre kivörösödött és kisebesedett a
egy bizonyos készüléknek a használatától. Holott azt ígérték számára, hogy jobban lesz tőle, és a gyógyszert is el lehet hagyni. Nagyon ezt akartam egyébként kérdezni, hogy reklámokban is már hallottam olyanról, hogy a gyógyszerek elhagyását ígérik, mert ez kifejezetten életveszélyes lehet bizonyos betegségeknél. Így van, hát a gyógyszereket ugye orvos írja fel, vagy rendeli a betegnek, megelőzik vizsgálatok, esetleg a gyógyszert is kikísérletezik, hogy melyik legjobb a személynek, tehát nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet egy ilyen termékbemutatón megdönteni ezt az orvosi megállapítást. Én azt mondanám, és arra hívnám fel a tisztelt nézők és hallgatók figyelmét, hogy ilyen termékbemutatókon ígért dolgoknak ne dőljenek be. Ön is őszhajú, én is őszhajú vagyunk. Mondjuk a mi korosztályunkat célozzák meg a legszívesebben ezek a kereskedők. Miért dőlnek be olyan sokan? Ennek gazdasági oka lehet valószínű, tehát a nyugdíjas korosztályokat célozzák meg. Nem egy esetben egészen pontosan megmondják, hogy milyen betegséggel kezelik az illetőt, és hogy erre a bizonyos betegségre ajánlanának ők olyan eszközt, amitől meg fog a helyzet változni. Vagy pedig, ha nem ez történik, akkor a termékbemutatóra meghívják. Ez is rendszerint célzottan történik, és esetleg hozzáteszik, hogy itt nem kell vásárolni, nincsen kényszer, csak egy tájékoztatóról van szó, de mégis, amikor meghallgatták az előadást, akkor egy ilyen rábeszélő módszerrel igyekeznek meggyőzni. Hitelt ajánlanak például, banki személy megy velük, aki ott rögtön a hitelképességet megvizsgálja. Ugye a nyugdíjas hitelképesnek minősül, amiatt, hogy a nyugdíjjal szemben végrehajtható a követelés. És ugye fogyasztói panasz... És a nyugdíj egy fix jövedelem. Hát igen, az egy fix jövedelem, és akkor miután megvásárolták a készüléket, akkor jönnek rá, hogy ez nem is biztos, hogy szerencsés számukra. Valamit szeretett volna közbeszólni. Annyi mindent tudnék ezekről a termékbemutatókról mesélni, mert mindig sláger téma a Békeltető Testület előtt. Tegnapi tárgyalási napon is két termékbemutatós ügyet tárgyaltam. Az a probléma ezekkel a szerződésekkel, hogy olvasatlanul írják alá ott a jelenlévők. Nem olvassák el egyáltalán, még az adatokat sem. Most lássam meg, szándékosan, meglehetősen apró betűvel nyomtatják ezeket a szerződéseket, hogy egy nyugdíjas nagy valószínűséggel nem is tudja elolvasni. Az apró betű is sokszor probléma, de a nem apró... Kicsi a betű nagyság, kicsi, én most kicsi úgy betű, értem. Így van, kicsi betűvel nyomtatják ezeket a szerződéseket, főleg a legfontosabb részeit. És amire nagyon szeretném felhívni a figyelmet, az utóbbi időben pontosan ezekkel a visszaélésekből kifolyólag nagyon sok jogszabályi korlátozás volt ezekre a termékbemutatókra. Ugye a büntetőtörvénykönyv visszabályozza most már magát a jogszabályt is többször szigorították. Most már nem lehet nyereményekkel egybekötni ezeket a termékbemutatókat, a hitelszerződéseket is megtiltották. Mindig próbálja a hatóság is, illetve a jogalkotó is kordában tartani ezeket a visszaéléseket. Mind a mai napig sikerül meggyőzni fogyasztókat arról, hogy ezek a termékbemutatók kedvező termékekkel kecsegtetnek. Amire nagyon kell figyelni, még hogyha nem is olvassuk el a szerződést, nagyon sokszor a vállalkozások úgy bújnak ki a jogszabályi rendelkezések alól, hogy a termékbemutatóra van az úgynevezett 14 napos elállási lehetőség, a termék készhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül el lehet állni. Tehát vissza kell adni a terméket, a pénzt vissza kell kapni. Abban az esetben, hogyha a szerződést azt tartalmazza, hogy nem termékbemutatón kötöttük az ügyletet, hanem az cégnek a telephelyén, akkor rögtön ez a jogszabályi kitétel nem alkalmazható. És sorra találkozunk olyan szerződésekkel, ahol termékbemutató szerződésként van szóban feltüntetve az esemény, azonban maga a szerződés arról tanúskodik, hogy a fogyasztó aláírásával igazolja, hogy a cégnek a telephelyén kötötte meg a szerződést, és így ettől a 14 napos kedvezményes lehetőségtől elesik. Tehát ha mással nem is, erre próbáljunk meg figyelni termékbemutatón kötött szerződéseknél, hogy legalább ez a 14 napos meggondolási lehetőség megmaradjon. Tulajdonképpen a vásárlónak is kellene magával vinni egy jogtanácsost. Hát a jogtanácsos nem is, de egy családtagot elvihetnének magukkal a tisztelt vásárlók, aki jobban el tudja olvasni, ugye jobb látása van az apróbetűs részt is, és az előbb elhangzottakhoz annyit szeretnék még hozzátenni, hogy esetenként nagyobb áruházakban bérelnek egy ilyen sarkot, vagy egy nyitott üzletrészt, és ugye a
termékbemutató időpontja meg a fogyasztói panasz időpontja eltér egymástól. És utólag arra hivatkozik a vállalkozáshoz, ez neki egy üzlet volt. Na most ez nem, de nyilvánvaló nem így van. Tehát ezt, a, hogy üzletbe vette, ugye egyfelől aláíratja a nyomtatványt, a szerzőt is így tartalmazza, másfelől pedig a valóságban nem erről van szó. Menjünk végig a békéltetés folyamatán, vagy a testület munkáján. Elégedetlen vagyok valamilyen szolgáltatással vagy termékkel, úgy érzem, hogy becsaptak. Mit tegyek ezután? Még nem akarok bírósághoz fordulni, mert szó volt róla, bonyolult, nehézkes, sokba kerül, ki tudja, kinek lesz igaza, és így tovább. Mennyi időn belül fordulhatok önökhöz, ha így döntök? Hát amint felmerül a panasz, minél hamarabb be kell nyújtani hozzánk, ez lehet írásban, szóban, vagy pedig személyesen a kérelem benyújtása is megtörténhet. Mi az Etele úton vagyunk, az Etele út 5961 szám alatt, második emelet 240-ben található az irodánk. Ez az M4-es metróval nagyon könnyen megközelíthető, a Kelenföldi pályaudvar és a Bikáns park között található meg az épület. Személyesen várjuk a kérelmeket, de egyszerűbb, jóval egyszerűbb, hogyha interneten, akár a honlapunkon keresztül kérelembenyújtáson keresztül, vagy pedig közvetlenül az e-mail címünkre valaki elküldi a panaszt. Egyszerűen csak leírja. Annyit közbeszúrok csak, hogy mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, én beütöttem a keresőbe, elkezdtem, hogy békéltető, már kiugrott a Pest megyei békéltető testület, tehát ha csak ezt az egy szót megjegyzik, hogy békéltető, már eljutnak hozzájuk. Ha megérkezik a panasz, mi vesszük fel a kapcsolatot a panaszossal, mindig szoktuk kérni, hogy minél több elérhetőséget, e-mailes, telefonos, postai elérhetőséget adjanak meg a kérelmezők. Tehát akkor megkeresik. Megkeressük minden esetben, vagy postai úton, vagy e-mailes formában a kérelmező. Most esetben meg jogvesztő határidő, tehát nincs. Ha most valaki nézi ezt a beszélgetést, és eszébe jut, hogy húha, tavaly engem átvertek, még mehet önökhöz? Itt mindig adott ügytől függ, tehát ugye nyilvánvalóan vannak olyan ügyek, ez mindig ügytípustól függ, hogy hol vannak azok a határidők, amikor már nem indítható igény, nem nyújtható be ugye az igényérvényesítési lehetőség, ez mindig adott ügytől kell. De tehát tavaly akkor, történt jogsérelemre akkor... nyugodtan benyújthatják, megnézzük, ha viszont valamilyen jogvesztő határidőn túl vagyunk, akkor erről értesítjük mindig a felet. Tehát arról is tájékoztatást adunk, illetve arról is, hogyha olyan ügyel jön hozzánk, ami nem hozzánk tartozik, ott is iránymutatást adunk, hogy akkor hova tud menni. Tehát, hogyha van problémája és nem tudta még lezárni, akkor jöjjön el, vagy nyújtsa be, vagy küldje el, és abban az esetben mi megnézzük, hogy még van-e érdemes egyáltalán a jogvitában bármit is tenni, vagy pedig már le kell zárni. Tételezzük föl, hogy úgy döntenek, hogy igen, lehet még valamit tenni. Mi a következő lépés az önök részéről? Megkeresik, jelzik a panaszosnak, hogy igen, megkaptuk az ön észrevételét. Utána? Megvannak a jogszabályi feltételek, hogy milyen formában lehet ezt eljárást megindítani, meg kell tenni az ehhez szükséges nyilatkozatokat, többek között ilyen nyilatkozatokra gondolok, hogy nincsen más békéltető testület eljárás folyamatban, nincsen bírósági per folyamatban. Tehát el akkor azt jelenti, hogy be kell fáradni a panaszosnak önökhöz, és akkor ott ezt mind elintézik. Vagy postán, vagy kérem, vagy e-mailen megkapja ezeket a nyilatkozatokat, és akkor aláírva visszaküldi nekünk, vagy ott a irodánkban kitölti, és akkor megvannak az ehhez szükséges nyomtatványaink. Van arra lehetőség, hogy jelöljön a kérelmező olyan tagot, aki tárgyalja az ügyét, van egy a békéltető testületi tagoknak egy listája, a törvény lehetővé teszi, hogy a kérelmező jelölhet tagot, hogy kit szeretne. Nyilvánvalóan ezt a szakterület alapján tudja megtenni, hiszen minden tagnak megvan a szakterülete. Valaki kereskedelemre, valaki szolgáltatásra, valaki utazásra, valaki távközlésre, valaki oktatással kapcsolatos szolgáltatásokra specializálódott. Ez alapján lehet választani. Ha nincsen választás, akkor az elnök úr jelöli ki az eljáró tagot. És hogy a fogyasztó részéről megvannak a szükséges dokumentumok, tehát a megfelelő kérelem, illetve a jelölés, akkor mi megnézzük a panaszt még egyszer, hogy minden megvan, és utána értesítjük a vállalkozást. Tehát mi vesszük fel a kapcsolatot a vállalkozással. Ez akár állami cég is lehet? Hát állami cég lehet, csak... Ugye, távközlést említette, tehát például a posta mondjuk. A Magyar Postával szemben is el tudunk járni, csak korlátozott esetekben. Tehát mindig meg kell néznünk a panaszt, hogy egyáltalán vizsgálható-e, és nem kell-e olyan speciális szakértői vélemény vagy szakterület, ahol nem tudunk eljárni, de el tudunk járni ilyen cégekkel szemben is. A vállalkozásnak 8 napja van, hogy válaszoljon a beadott kérelemre.
Ez írásos úton történik, megkapjuk a válasziratát, mi ennek a másolatát rögtön megküldjük a kérelmezőnek, hogy tisztában legyen azzal, hogy mi az álláspontja a vállalkozásnak. Tehát gyakorlatilag idáig a kérelmezőnek semmi más teendője nem volt, mint két dokumentumot kitölteni, illetve az üggyel kapcsolatos összes dokumentumot másolatban leadni hozzánk, azért, hogy ugye lássuk, hogy mi az, ami a tényállás teljesen. Ha megvan mind a két félnek az álláspontja, akkor pedig megtörténik a meghallgatás, ami egy maximum 60 perces elfoglaltsággal jár. Mi történik akkor, hogyha az adott vállalkozás azt mondja, hogy nem érdekel? Tehát az együttműködési kötelezettséget a törvény elrendeli a vállalkozásoknak, kötelező együttműködni a békéltetőtestülettel. Tehát akkor még egyszer hangsúlyozzuk, hogy nem bújhatnak ki alól a vállalkozók. Nem. Na most amennyiben nem működik együtt, tehát ez magában foglalja azt, hogy nem ad válaszidatot. Vagy ad válaszidatot, de nem jön el a meghallgatásra. Vagy eljön a meghallgatásra, de nem nyilatkozattételre jogosult képviselővel képviselteti magát. Tehát aki felhatalmazással bír arra, hogy egyesség létrehozását is megteheti. Tehát ha ilyen nincsen, akkor a fogyasztóvédelmi hatóságon keresztül a bírságolás ügyében lépünk, ezt meg is fogja tenni a békéltetőtestület. Tehát az nem lehetséges, hogy a fogyasztót rendszeresen, ismétlődő módon ugyanazok a szervezetek károsítsák. Tehát ez ellen maximálisan fellépünk. Vezetnek-e önök valamilyen nyilvántartás statisztikát, hogy mely termékek esetében, mely vállalkozások esetében különösen sok a panasz, tehát már figyelnek rá, hogy húha, itt valami baj van. Igen, hát van egy, ugye arról beszéltünk, hogy nem vagyunk hatóság, de ezzel együtt van olyan lehetőség a békéltető testületnek, hogy szankciót alkalmazzon például a közzététel vonatkozásában. Tehát a honlapunknak van egy közzététel menüpontja, és ugye két részből áll a közzététel, egyfelől akik a békéltető testület ajánlását nem teljesítik, ez a címe is, hogy az ajánlás nem teljesítő vállalkozások. Másfelől pedig akik nem adtak válasziratot, vagy nem jelennek meg adott esetben a meghallgatásokon. Tehát velük szemben ez a szankció is alkalmazható a nyilvánosság. Na most célszerű megnézni a fogyasztóknak a honlapunkat, ott megvannak azok a vállalkozások névre, címre és tevékenységre. Ugye egy-egy vállalkozásnak többféle tevékenysége is van, mi megjelöltük a közzétételben, hogy a tevékenységei közül melyel kapcsolatban merült fel fogyasztóvédelmi probléma, amit ő nem orvosolt. Tehát ezt érdemes megnézni. Lezajlik maga az eljárás, mind a két fél elmondja az álláspontját, gondolom így történik egy testületi ülés. Utána? Rögtön megszületik a döntés, tehát ott a meghallgatáson az eljáró tag, azt talán még nem került említésre, hogy vagy egyedül eljáró tag, vagy hármas tanács tárgyalja az ügyet az ügyjellegétől függően. Ott meg is születik a döntés, amelyet mind a két fél aláírásával igazol, és utána 30 napon belül írásban ezt a döntést az indoklással együtt mind a két fél megkapja. Mi történik akkor, hogyha vállalkozó végigcsinálja ezt a procedúrát, és aztán utána átveszi a döntést, ami tételezzük föl, hogy ellene szól, tehát a fogyasztó javára szól, és fütyül a továbbiakra, nem csinál semmit. Ha ajánlás jellegű döntés született, tehát nem ismeri el a döntésünket kötelezésként a vállalkozás, a nem teljesítő vállalkozásnak a nevét mi nyilvánosságra hozhatjuk, mint nem teljesítő, nem együttműködő vállalkozás. Illetve az ajánlás jellegű döntésben született megállapodás vagy döntés felhasználható a egy esetleges bírósági eljárásban is. Nekünk további szankcionálási lehetőségünk nincsen egy ajánlás jellegű döntéssel szemben. Hogyha a felek egyességet kötöttek, és az egyességet nem hagyja végre a vállalkozás, akkor bíróságnál végrehajtási záradék kérhető és kikényszeríthető, tehát annak kikényszerítő ereje van, az egyesség az kötelező érvényű. Ha kötelezést tartalmazó határozat születik, tehát ez nem az egyesség, de a vállalkozás elismeri a békeltető testületi döntést magára nézve kötelezőnek, az úgy szintén kikényszeríthető bírósági úton, hogyha nem teljesít. Tehát ennek kötelező ereje van. Van-e valamilyen statisztika arról, hogy hány esetben sikerül a fogyasztónak elérni a saját igazát? Igen, hát ez Pest megyében olyan 50-70% között van a panaszok összszámához viszonyítva. Egyébként az előbb elhangzottak közül ez a nyílt szembenállás, ez nagyon ritkán fordul elő, tehát olyan, hogy az ajánlásnak a teljesítését megtagadják, inkább
jellemzőként azt említeném meg, hogy esetenként azt mondja a szolgáltató, főleg, hogyha számlavita, meg fogyasztás mennyiségbeli vita van, hogy ő saját hatáskörében felülvizsgálta ezt a bizonyos fogyasztói panaszt, és akkor megállapította, hogy van valami igazság az ő kérésében. Tehát ilyen azért szokott előfordulni, hogy nem azt hangsúlyozza, hogy a békéltető határozatra vagy ajánlásra mozdult meg. Azért nagyon ritkán fordul az elő, hogy egy közmű szolgáltató az a lezárt ügyeket, a befizetett díjakat utólag felülvizsgálja, és ott megállapítsa, hogy az ügyfélnek ott még visszajárna valamikor összeg, vagy jóváírás is lehetséges a panaszból. Tehát... Igen, de tételezzük fel, hogy én kapok valami eszméletlen nagy gázszámlát, amiről tudom, hogy nem jó, valami nem stimmel, valamit nem jól rögzítettek, nem fizetem be, mert úgyse fogják visszaadni, hanem helyette megyek önökhöz. Igen, de közben ketyeg egy befizetési határidő, ami ha lejár, utána emelkedik a tarifa, utána büntetést kapok. Igen, tehát az, hogy önökhöz fordultam, van-e a szankcióknak valamilyen halasztó hatája? Nincs halasztó hatája, de őszintén szólva nem is javasolnám az ügyfeleknek, hogy ezt a lehetőséget, mint elvi lehetőséget használják fel. Ezt a bírósági eljárások esetében sem javasolnám, mert a panasz megindításakor, vagy a per megindításakor nem lehet tudni, hogy mi lesz a döntés. Egészen másképp látja egy károsult az ő problémáját, annak a nagyságát, annak a körülményeit, mint ahogy esetleg azt a bíróság, vagy akár a békéltető testület láthatja. Tehát ezt nem tartanám szerencsésnek, hogy nem befizetni, mert ha ugye nem szól a javára a döntés, akkor ott még további késedelem keletkezik. Tehát célszerű a tartozást befizetni, és azzal egy időben az eljárást azt kezdeményezheti. De pont az a baj, hogy nem tudom befizetni, mert akkor a számla. Hát ugye ez egy másik probléma egyébként, hogyha nincs is rá pénzügyi fedezet, akkor nyilván nem tudja befizetni. Hát akkor meg kell indítani az eljárást. A szolgáltatót is érdemes ilyen esetben megkeresni, és bejelenteni számára azt, hogy egy békéltető eljárást indított, és kéri, hogy hát a méltányosságtól nem azt mondom, hogy meghatódnak, de az egy kicsit mindig kedvezőbb helyzetben teheti mondjuk az ügyfelet, hogy méltányosságból tekintsenek el attól, hogy ezt azonnal befizeti, vagy kérjen részletfizetési kedvezményt például. Kovács Krisztinát kérdezem, hogy a legérdekesebb ügye, amire visszaemlékszik, vajon mi volt? Minden területen, minden témakörben vannak érdekes ügyek. Van olyan, hogy a fogyasztónak nincsen igaza. Tehát volt olyan ügyem, ahol több mint közel 2 millió forintos utazással kapcsolatban a teljes részvételi díj visszatérítését kérte a fogyasztó, mert az étkezés napi ötszöri étkezésből egyel nem volt megelégedve. Tehát vannak ilyen jellegű kérések is az egyik oldalon. Nyilvánvalóan itt egyébként pont ebben az esetben az utazási vállalkozás nagyon együttműködő volt, és egy kompromisszumos megoldást sikerült találnunk. Általánosságban azt lehet mondani, hogy nincsen két egyforma ügy, tehát amikor ugye a felek megérkeznek, mi akkor találkozunk velük, van 60 percünk arra, hogy ebből az ügyből, ami lehet, hogy évekre visszanyúlóan a két fél között már konfliktust, feszültséget okoz, megpróbáljunk egy békés úton valamiféle útmutatást adni a jövőre nézve. Tehát jogászként is egy nagyon érdekes terület, és nagyon nagy százalékban jelen van a pszichológia is ezen a területen, illetve a mediációs technikák is, mivel itt ténylegesen egy egyességre, egy kompromisszumos megoldásra törekszünk. Ugye az, hogy a Pest megyei békéltető testülethez fordul valaki, azt mi dönti el, hogy maga a panaszos lakik Pest megyén belül, vagy pedig a vállalkozás telephelye, székhelye, vagy éppen az az üzlet, iroda van a Pest megyei területen belül? Fogyasztóvédelmi törvény meghatároz illetékességi okokat, de általánosságban elmondható, hogy bármely panaszos fordulhat hozzánk az ország bármely területéről. Csongrád megyéből is. Bárhonnan fogadjuk a panaszokat. Nyilvánvalóan maga a vállalkozás székhelye, ami dominálhat, hiszen ugye a megjelenési kötelezettség, ami megyéhez kötött, de egyébként az ország bármely területéről várjuk a panaszokat, és csak hogy a fogyasztóvédelem labirintusáról egy teljes képet kapjunk, a határon átnyúló fogyasztói panaszokkal, tehát például repülőgépes utakkal kapcsolatos visszaélésekkel kapcsolatban az Európai Fogyasztói Központ fogadja a panaszokat, és a biztosításokkal, hitelekkel kapcsolatos panaszoknak pedig van egy külön békeltető testület, az pedig a pénzügyi békeltető testület.
Igen, tehát akkor a házassági vitán kívül szinte mindennel lehet érdemes önökhöz fordulni. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Még egyszer legyen kedves elmondani az utolérhetőségüket. Mi az Etele út 5961-ben dolgozunk, az irodánk ott található a második emeleten a 240-es szám alatt, ez a Kelenföldi pályaudvar és a Bikáns Park között van a 11. kerületben. Tólig? Hát 9-től 2-ig várjuk a panaszosokat, a beadványokat pedig bármikor el lehet küldeni a honlapunkon keresztül a www.panaszrendezés.hu internetes elérhetőségem. Köszönöm szépen, zárnám azzal a beszélgetést, hogy jó munkát önöknek, de nem tudom, hogy sok munkát kívánjak-e, tehát, hogy nagyon sokan forduljanak önökhöz bizalommal, tudjanak önökről, hogy érdemes önökhöz fordulni, vagy pedig legyenek nagyon tisztességesek a kereskedők, szolgáltatók, hogy egyszerűen nincs panasz. De hát azt hiszem, hogy ez még az utópia világába tartozik. Köszönöm, hogy itt voltak, és hogy mindezt elmondták. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, Vaku legközelebb szokás szerint egy hét múlva.